Már több mint 50 halottja van a Hawaii-szigeteken pusztító erdőtűznek, de félő, hogy ez a szám tovább emelkedik, ugyanis több mint 1000 embert keresnek, és a lángokat sem sikerült még teljesen megfékezni. Az amerikai elnök ígéretet tett arra, hogy minden lehetséges segítséget megad a katasztrófa sújtotta területen élőknek. A lehetőleg gyorsabban dolgozunk a tüzek eloltásán, a lakosok és turisták evakuálásán. Addig is imádkozunk Hawaii lakosságáért, de nem csak imáink, hanem minden eszközünk is rendelkezésükre áll. Láttuk, ahogy otthonaik és üzleteik elpusztultak, néhányan elvesztették szeretteiket, és ennek még nincs vége, fogalmazott Joe Biden. A tűzben több száz ház leégett, köztük a Lahaina történelmi belvárosában található régi épületek többsége. A példátlan erdőtűz oltását a Dora hurrikán 100 kilométeres széllökései is nehezítik. A helyi repterek tele vannak turistákkal és helyiekkel, akik szeretnének elmenekülni a szigetekről. Az időjárás miatt azonban sok járat nem tud felszállni.